WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a Bocskai Rádió igazgatója Molnár Zsolt. Önök a Bocskai Rádió 2024. augusztus 18-án műsorát hallják. Kollégáim nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és azokat is, akik a világ különböző pontjain hallgatnak bennünket, az internet segítségével. Azokat is üdvözöljük, akik a Facebookon követik az élő közvetítést, amely természetesen visszanézhető. Hálásan köszönjük, ha megosztják a mai adás linkjét is, hadd halljanak bennünket minél többen. Mobiltelefonos alkalmazással is elérhetők vagyunk a WJCU mobil applikáció letöltésével, akár élőben is követhetik a Bocskai Rádió műsorát minden vasárnap délután 2-től 5-ig. Szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ez az adás és a jövő heti felvételről szól. Ezért kérjük, ma ne telefonáljanak, mert nem áll módunkba válaszolni. Köszönöm a megértésüket. Jó magam és Tróber László kollégám is hazautaztunk Magyarországra. Én Erdély mellett Kárpátaljára is számítok elmenni, amikor elviszem a Szent Imre templom és még sok más magyar nagylelkű adományát a szürtei idősebb és rászoruló személyeinek. Az adományt augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából szeretném átadni, hogy ezzel is bizonyságot tegyünk nemzeti összetartozásunkról. Augusztus 24-én Keszthelyen Mezei András atya meghívásából egy bocskai alumni és támogatói találkozót tartunk, ahol a Bocskai Rádió egykori ösztöndíjasaival együtt megünnepeljük a Bocskai Rádió fennállásának 40 éves évfordulóját. Szóval több eseményen is részt veszek, amelyről visszatértemkor a rádióba is szeretnék beszámolni. A mai adásban főleg zenét hallgatunk. A nemzeti ünnep alkalmából az István a király rockopera csíksomlyói koncertfelvételét hallgatjuk meg, tisztelegve államalapító Szent István előtt. De nem marad el az egyházi adásunk sem. Köszönöm Deák Zsoltnak, a baptista gyülekezet lelkipásztorának, hogy elkészítette mára is a rádiós istentiszteletet. A rockopera után operett slágereket hallgatunk, ezzel kedveskedünk idősebb hallgatóinknak. Ahogy említettem, jövő vasárnap is felvételről hallják az adást. De az azt követő műsorban, szeptember 1-én a Cserkésznapról fogunk élőben jelentkezni, ha Jóisten is megsegít. Addig is mindenkinek egy szép nyarat kívánunk, és kellemes kikapcsolódást és szórakozást a mai adás alatt is. Áldálható Isten, keze munkája ez a nagy
világ, s mindki benne bízik és itt által él. Hirdeti hűséges voltál. Itt által éltek az ősatyák, bár nem látták szívükben, mint tudták. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit és nézőit a Clevelandi Magyar Baptista Gyülekezet nevében. Ismét Erdélyből, Szilágy Perecsenből jelentkezem. Tegnap ért véget egy missziós hét, amit észak-amerikai magyar baptista fiatalokkal és családjaikkal szerveztünk itt az Ér melléken, magyar és roma gyermekek, illetve fiatalok között. Rengeteg áldásban volt részünk, kiváltságnak tartjuk mindazt, amit tehettünk az Úr Jézusért, és azért imádkozunk, hogy bárcsak jövőre is még visszajöhetnénk, és ezt a szolgálatot tovább folytathatnánk. Remélem, hogy a jövőben majd adódik lehetőség arra, hogy beszámoljak képekkel, videófelvételekkel és több információt elmondhassak arról, amiben részünk volt az elmúlt hét folyamán. És miközben a gyermekek, fiatalok között szolgáltunk, vettük a gazdag ifjú történetét is, ez nagyon élénken ott van még az én szívemben, úgyhogy erről szeretnék beszélni a továbbiakban. Több helyen is olvasható a gazdag ifjú története az Új Szövetségben, többek között Márk evangéliumának a 10. fejezetében is, és a 17. verssel kezdődik. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Tehát ez a fiatal odafutott az Úr Jézushoz. Megragadta az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy Jézussal elbeszélgessen. És minden nagyon, de nagyon jól kezdődik. Leborul Jézus előtt. Megalázkodik Jézusnak a jelenlétében. És megszólítja őt. És nem csak annyit mond, hogy mester, mit tegyek,
hogy elnyerjem az örök életet, hanem abban, ahogyan Jézust megszólítja, még valamit elárul önmagáról és az Úr Jézusról. Azt is hozzáteszi, hogy jó mester, jó mester. Na most ezt a fiatalt bizonyára sokan jónak tartották. Sokan úgy vélekedtek felőle, hogy ő egy nagyon jó ember. Viszont szíve mélyén a gazdag ifjú tudta, hogy ő nem egészen jó. Ő nem annyira jó, mint ahogy a mások azt elképzelhetnék róla. És lehet, amikor valakit kívülről megfigyelünk, amikor valakire felnézünk, azt mondjuk emberileg, ő egy nagyon jó ember. Viszont az a személy is szíve mélyén tudja, én nem vagyok teljesen jó. Én nem vagyok annyira jó. Van bennem romlás, vannak nekem gondjaim. Vannak lehet bizonyos eltitkolt dolgaim. És szíve mélyén tudom magamról, hogy én nem vagyok annyira jó. És foglalkoztatja őt a legfontosabb kérdés. Mi lesz velem, miután meghalok? Mert a mi létezésünk nem csak a földi életről szól. Miután véget ér a mi földi futásunk, lelkünk továbbra is létezni fog, és minden embert többnyire kevésbé foglalkoztatja az a gondolat, mi lesz velem, miután meghalok? Mi lesz velem, miután az én életem itt a földön véget ér? És azt kérdezi, hogyan lehet nekem örök életem? És Jézus már is elkezd vele társalogni, és visszatér arra a gondolatra, hogy miért mondasz te engemet jónak? Miért tartod rólam, hogy én jó vagyok? Mert azt mondja Jézus neki tovább, senki sem jó az egy Istenen kívül. Egy van, aki jó, és az az Isten. És amikor így szólítja meg Jézust, hogy jó mester, mintha rálátna arra, hogy te különleges vagy. Te mindenki másnál több vagy. Te jó vagy. És azt mondja Jézus, nézd, egyedül az Isten jó. Tehát, ha te nekem adsz autoritást, ha te tényleg elismered, hogy ki vagyok, akkor nagyon egyszerű feladat vár rád. Akkor csak hallgass rám, engedelmeskedj nekem. És azt mondja neki, nézd, hát ismered a parancsolatokat. Hadd soroljak fel neked egy néhányat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tisztelt apádat és anyádat. És amikor ez a fiatal hallja mindezeket a parancsolatokat, többnyire nyugalom és békesség van az ő szívében, mert így válaszol, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mindezeket a parancsolatokat megtartottam, teljesítettem. És persze eléggé sokan azt gondoljuk ilyenkor, hogy te ez a gazdag ifjú, egy eléggé hazug ifjú. Hát hogy mered azt mondani, hogy te mindezeket a parancsolatokat megtartottad? Te nem találtatsz hiával. És részben biztosan elmondhatjuk azt, hogy nem tartotta meg mindig mindezeket a parancsolatokat. De bizonyára benne van az is, az éremnek a másik oldala, hogy ifjúságától fogva mindig törekedett a parancsolatok megtartására. Mindig törekedett arra, hogy a jót cselekedje. És ezért is figyelhetjük meg Jézusnak ezt a reakcióját. 21. vers. Jézus miután rátekintett, megkedvelte. És ezt mondta neki. Tehát, ha Jézus azt látná, hogy hát ez az ember itt össze-vissza hazudozik, egy semmire való fiatallal beszélget, akkor bizonyára leleplezte volna a következő pillanatban. De úgy gondolom, hogy elismeri az ő őszinte törekvését, és megkedveli, majd hozzáteszi. Egy valami hiányzik még belőled. Most olyan elképesztő ez a találkozás és ez a beszélgetés. Ez olyan, mint amikor Jézus azt mondaná, nézd, elérkeztél egészen az ajtóig. Már csak egy dolog maradt hátra, hogy az ajtó megnyíljon a te számodra. Egy fogyatkozásod van még. Csupán egy dolgot kell még cselekedned. Azt mondja, egy valami hiányzik még belőled, menj, add el, amit van.
oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Nagyon közel vagy. És emberi törekvésünkkel valameddig eljuthatunk, de egészen nem fogunk megérkezni. És azt mondja az Úr Jézus neki, nézd, már csak egy dolgot kell még tenned. Menj, számold fel a te gazdagságodat. Add el azt, amit van, és oszd szét a szegényeknek. És hogyha itt megállunk, akkor azt mondjuk, hogy jó, de mi ennek az értelme? És tovább folytatja Jézus. Ha te ezt megteszed, kincsed lesz a mennyben. Na most azt mondja többek között Jézus neki, tényleg foglalkoztat téged az örökké valóság? Tényleg érdekel téged az, hogy mi lesz veled, miután meghalsz? Semmi gond. Nagyon jó. Gratulálok. Akkor kezdjél el gyűjteni magadnak maradandó kincseket. Akkor tényleg kezdjél el élni a mennyország perspektívájából. Élj úgy, nap mint nap, mint aki arra készülsz, hogy a mennyországba törzsd a te örökké valóságodat. Oszd szét a te kincseidet, add oda a szegényeknek. Mert lényegében, jelen pillanatban azt mondja Jézus, ez az akadálya annak, hogy én egészen Úr és Király legyek a te életedben. Tegyél túl ezeken a javakon. Add oda a szegényeknek. Lesz kincsed a mennyben. De még ez sem elég, mert Jézus még hozzátesz valamit. Azt mondja, és azután jöjj és kövess engem. Jöjj és kövess engem. Bízzál bennem. Lépj az én nyomdokaimba. És a továbbiakban egy drámai fordulat következik. Ez a fiatalember elkezd gondolkodni, lehet mélyen a zsebébe nyúl, közben nézi az Úr Jézust, és lehet azt látja nála, hogy de nem úgy néz ki, mint egy gazdag ember, mint egy sikeres ember. Mérlegeli, és azt mondja, hát, ha én túl teszek a gazdagságomon, Jézus nem tud nekem olyat adni, ami annál talán többet érne, ami által sikeresebbnek mutatnék az emberek szemében. Mérlegeli, egy harc folyik az ő bensőjében, az ő lelkében. És váratlanul szinte a következő pillanatban azt olvassuk. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Elérkezett odáig, már ott állt az ajtó előtt, hogy beléphessen az Istennek országába, a mennyországba, az örökké valóságba. És azt mondja, hogy elborult az ő arca. Szomorúan távozott Jézustól. És mondhatnák, hát fiatal ember, miért vagy szomorú? Megtartottad, amiről úgy gondoltad, hogy igazi gazdagságot, értelmet, célt ad a te életednek. Megtartottad a te javaidat. Elutasítottad Jézus. Miért vagy szomorú? És ugye már is látjuk előre vetítve a történeteket, mert aki elutasítja Jézust, megtarthat magának mindent, mégis mindent elveszik. Mégis már előre tudja, abban a pillanatban tudja, hogy rossz döntést hozott, és majd meg fogja azt bánni. Egyetlen válasz.
Miután a gazdag fiatal hátat fordított Jézusnak, ezt mondta az ő tanítványainak. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok? Tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni? Azt mondja Jézus, nagyon, de nagyon nehéz a gazdag embernek Isten országába bejutnia. És a tanítványok ezt nem értik, mert úgy értelmezték, hogy ha valaki gazdag, azért gazdag, mert az Isten őt megáldotta, megjutalmazta gazdagsággal. Jónak látta, jónak tartotta, ezért Isten az ő javaival, mindenféle földi gazdagsággal elhalmozta. És nem értik, hogy Uram, ha te valakit megáldasz, ha te valakit kedvelsz, hogyan mondhatod, hogy nehezen tud bejutni az Isten országába? Miért mondasz ilyet a gazdagokról? És azért, mert az Úr Jézus látja, hogy igen, a gazdagság akadályá válhat az ember életében. Eljuthat valaki oda, hogy jobban bízik az ő gazdagságában, mint Jézusban. Az általa összegyűjtött kincsekben, mint a mennyországi javakban. És ezért vannak, akik könnyen elutasítják az Úr Jézust, és nagyon nehezen tudnak megtérni, elengedni, Jézusért mindenről lemondani, mindent a Jézus kezébe tenni. És ezért kérdezik majd a tanítványok, hát akkor ki üdvözülhet? Uram, ha még a gazdagok sem, akiket te megáldasz, ha még ők sem, akkor ki üdvözülhet? És elhangzik egy nagyon fontos megjegyzés, azt mondja, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem.
mert az Istennek minden lehetséges. Az, hogy az embereknek lehetetlen üdvözölni, de Isten bárkit tud üdvözíteni. Emberileg nem tudod megmenteni a te lelkedet. Nem tudod bebiztosítani a te örökké valóságodat. Kedves hallgató, nagyon sokan úgy gondolkodnak, hogy majd egy napon, amikor Isten előtt meg kell állnunk, akkor ő mérlegre helyezi a mi cselekedeteinket. És az a mi reménységünk, hogy életünk folyamán több jót tettünk, mint rosszat. És hogyha sikerült több jót tennünk, akkor ez majd billenteni fogja a mérleget, és ezáltal fogjuk elnyerni az üdvösségünket. Na most ez teljes mértékben hamis. Sehol nem tanítja ezt a Biblia. Igen, a Bibliában benne van az, hogy amit vetsz, azt fogod aratni. De ez nem az üdvösségre szól. Üdvösséget egyedül Jézus Krisztusban nyerhet az ember. Emberileg lehetetlen. Soha nem tehetsz eleget. És Isten nem is ezt kéri tőled, hogy kiérdemeld az üdvösségedet. Isten azt kéri Jézus Krisztus által, engedd el mindazt, ami hamis biztonságot nyújt a te életedben. És azután jöjj és kövess engem. És a tanítványok azt mondják, Péter megszólalt, ime, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Azt mondja Péter, Uram, mi ezt tettük. Mindent magunk mögött hagyva követtünk téged. És több esetben is föl van jegyezve, hogy tényleg ezt tették a tanítványok. Ezt tette Péter, ezt tette Máté, ezt tették mindnyájan. Félretették mindazt, ami fontos volt az ő számukra. És elkezdték követni Jézust. Engedelmeskedtek neki. És Péter, mintha itt ebben az esetben azt kérdezi, hogy Uram, mi lesz a mi jutalmunk? Mi mivel maradunk? Mi megtettük azt, amit a gazdag ifjú nem tett meg. Uram, lesz ennek következményes? Azt mondja, igen. Már itt a földön. Már itt a földön meg fogjátok tapasztalni azt, hogy 100 annyit kaptok tőlem. Házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt. Azt mondja, ha ti lemondtok mindarról, ami fontosabb számotokra, akkor én gazdagon megáldalak és megjutalmazlak titeket. Mivel? Mindenek előtt egy élő közösséggel. Az elmúlt missziós hét folyamán is pontosan ezt tapasztaltuk meg, hogy mennyire csodálatos az az élő közösség. Magyarokkal, romákkal, bármilyen emberrel, aki befogadja Jézus Krisztust az ő szívébe, az Jézusnak a családjához tartozik. És ezek az emberek egy élő közösségben vannak egymással. Támogatják egymást, imádkoznak egymásért, segítik egymást, szolgálnak egymás felé. És létrejön az az egység, az a mélység, az a szépség, amit egyedül Jézus Krisztus tud kiformálni az ő gyermekei között. Viszont azt is mondja az ige, hogy üldöztetésekkel együtt. Tehát itt a földön nem csak arra kell számítanunk, hogy mindenféle javakban lesz részünk. Mert ugye a gazdag fiatalnak ez jelentette a nagy próbát, hogy hogyan mondjak le az én gazdagságomról. Hát ha rád nézek, Jézus, te szegény ember vagy. Mi az a többlet, amit te adhatnál nekem? És Jézus azt mondja, nézd, nálam kapsz közösséget. Lehet, hogy nem telik meg annyira a te zsebed, de megtelik a te szíved. Lesznek emberek körülötted. Nem leszel magányos, nem leszel egyedül, mikor? A nehézségekben, az üldöztetésekben, a próbákban. Lesznek melletted emberek, akikre számíthatsz, akik segítségedre fordulnak. De ha netalán
vesztes leszel, véget ér a te életed, azt mondja tovább Jézus, a jövendő világban pedig örök életet kapnak azok, akik mindent maguk mögött hagyva követik Jézust. És ez az, ami igazán számít, mert hiába szerzel meg mindent itt a földön, mert ha meghalsz, majd mind itt hagyod, semmit sem viszel magaddal. Viszont ha Krisztust követted, ha már a mennyországba gyűjtötted a te kincseidet, akkor számodra a halál az nem mindennek a végét, hanem valójában mindennek a kezdetét fogja jelenteni. És annyi minden meg fog változni. Lassan összegezve az elhangzottakat, hadd kérdezelek meg, kedves hallgató, ha te e gazdag ifjú helyében lettél volna, vajon te milyen döntést hoztál volna? Ez egy szomorú történet. Azért, mert elhagyta Jézust, hátat fordított neki. Nem ragadta meg az alkalmat, a lehetőséget arra, hogy mindent letegyen, és kövesse őt, és bízzon Jézusnak a gondviselésében, hanem elment, elhagyta őt. Ez egy befejezetlen történet. Nem tudjuk, hogy hogyan folytatódtak az események. És bizonyára ebben ott van az is, hogy ez lehet a te történeted, vagy ne történjen így veled. Bárcsak te hoznál egy jó döntést, lennél bölcs abban, amikor felkínáltatik számodra lehetőség, indulj el Jézus követésében. Ne tétovázz, ne félj, ne számítgass, ne nézz másokra, emberekre, vagy a körülményekre, hanem bízál abban, aki hív, aki megszólít, aki választ téged. Jézusnak gondja van, nem csak a földiekre, hanem az örökkévalókra is. Azt mondja, elhalmozlak javaimmal. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehézségek, lesznek üldöztetések, lesznek próbák, lesznek vesztességek, de ami a mennyországot illeti, az örök élet vár rád. Tehát, hogy a földi életünk nem minden, hanem ami igazán számít, és ami maradandó, az ott lesz a mennyországban. Oda készülünk, ezért imádkozunk, és azt kérjük az Úrtól, hogy minden nap őt válasszuk, és hűségesen, engedelmesen kövessük őt. Imádkozzunk ezért. Drága Úrunk, köszönjük, hogy minden nap megmutatkozhat a te kegyelmed rajtunk. Köszönjük, hogy te most is hívsz embereket, lelkeket is. Láthattuk az elmúlt napokban, hogy gyermekek, fiatalok válaszoltak neked, engedelmeskedtek a te hívó szavadnak, és újat kezdtél az ő életükben. Annyira fontosak ezek a döntések, és annyira szükséges előre átlátnunk, hogy nem az anyagiak fognak igazi boldogságot nyújtani, hanem csak egyedül te adhatsz nekünk tartós békességet. És te vagy az, aki elkészítetted az örökké valóságot, aki a földiekből át tudsz vezetni bennünket a lelkiekbe. Kérünk téged, ma is adj erőt, és minden hallgatónak, aki ott van lélekben előtted, Uram, érintsd meg az ő szívüket, adj el változást, add meg, Uram, hogy bizonyosságuk legyen afelől, hogy téged választottak, jó döntést hoztak, és ebben a döntésükben mindvégig kitartsanak. Amen.
nagyon félni, te nem hagysz es, és nem idősz meg. Énekeljük egy szívvel, hogy és nagy nevet hívom én minden nap. És felnézek a vizek fölé, WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Deák Zsolt, baptista lelkipásztor ige hirdetését hallották. A következőkben, ahogy már említettem, az István a király rockopera csíksomlyói koncertfelvételét hallgatjuk meg, tisztelegve ezzel Szent István királyunk, államalapítónk előtt. A mai adás felvételről hallják, ezért kérem, hogy ne telefonáljanak, mert nem áll módunkba válaszolni. Nagyon szépen köszönöm megértésüket. A sötétséget. Valakinek holnap át kell írni a régi meséket. Valakinek holnap meg kell váltani ezt a világot. Magáról a látszót. Mondom, de mit választanám?
hivataláról. Valakinek holnap le kell tennie végül a fegyvert. Valakinek holnap meg kell válni az életétől. Segítsetek! 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 Segítsetek!
lélek, az egyetlen és mindenható Istennek. Légy híve Jézusnak, hiszen halállal megváltotta a bűneidet. Jobban a hasár, gyarló az ember,
leszi, hogy hol adhatja jobban el magát. Volt is, lesz is, ez itt a praxis, mindenkinek helyzete van. Volt is, lesz is, kint is, de bent is, minden kornak rendszere van, de rendszere van. Darró az ember, igaz az mindig annak ad ki többet ígér. Nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát. Nem kell olyan Isten, aki megöli egy fiát.
bizonyos hamból vétettünk, s hozzá leszünk. Megholt hívünk, ért Gézáért könyörögünk. Isten irgalmából lelken nyugodni tért, imádkozzunk nagy fejedelmünk üdvért. Bűnnek bilincsével óron feloldozás, fényeskedjék lelkének örök világosság. Amen. WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a Clevelandi magyarok hangja. Szállj magadba, vajk, és légy szerény! Ősi joggal engem illet Géza trónja, Árpád vérehely! Ősi joggal engem választ most az ország, őseink törvényét néked is tisztelned kell! Esküdtettél jó atyámnak, elfogadtad akkor a helyed.
ősi jogról, lemondtál az én javamra, gyávaságból tettél volna így. Géza meghalt, és a trónja engem illet, Árpád népe, hey! Ősi törvényt szárba nem tiporhat senki, 10 000 fegyveres választ meg engem, ha ismered a lelkem titkait, tudod, hogy engem hatalom vágy nem vakít. Segíts most Istenem, segítsd meg nemzetem, segíts az országot megvédenem. Nincs más út, csak az Isten útja, bármit hoz ránk. E földön nála nincs nagyobb erő. Atyám sírjára esküszöm, hogy hozzá hű leszek, és nem hátrálok meg a harc elől. Hogy békét, Uram, adj 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 Pacem Domine, da pacem Domine. Üdvözlégyen Géza fia, István
reménységünk. Szálljon áldás reája, legyen nékünk jó vezérünk. Géza vala népeinknek, hatalmas nagy fejedelme. Országunkat békességre, Krisztus útjára vezette. Sok itt az ártalmas emlékezés, ősi múlttal együtt jár az áldás és zendülés. Barbár dallam, kokány ének, ízléstelen, nem vitás. Fogjátok meg mind a kettőt, nem tűröm a lázítást! Kokány küldött jó úrnőm, hogy szokás szerint választ őt, új férjedül melletted az ország trónján. Figyelj, sorsunkat most megfordíthatod, hát haza van, fogadd el, és érvényes lesz újra az ősi jog. Törvény szerint kér Koppány úr, és 100 000 jó harcos választja meg, hogyha kell. Hátlan gyalázkodást, ősi joggal összetértel hűtlenséget, árulást. István lesz a fejedelem, tűzzel, vassal, hogyha kell. Ezt az aljas hitszegőt az első fára húzzák fel. Mit képzel, Koppány? Mit képzel, Koppány? Mit képzel, Koppány? Mit képzel, Koppány? Vagy megisszák. Bosszantó egy bukris bunkó, a cukottány levele. Illemkódexről nem hallom, s nem tud még olvasni sem. Tarzan, borzi,
kereskedő hitvány férgek, tűnjetek a szemem elől. Ó, te Isten, vedd le vállamról a terhet, miért fordított koppányt ellenem? Árpád véne nem támadhat önmagára, választ őt, s én átadom helyem. Édes fiam, fejtsd jobban el nyugtalan érzéseid. Légy óvatos, ne láthassa át senki sem szándékaid. Sok víz lefolyt, s még sok víz folyik véresen a vén Dunán. Nincs béke még, és nem tudhatod, hol leszel a harc után. Győznöd kell a földeken, és győznöd kell a váratnál. Mindenkire szükséged van, ki a trónra téged vár. Érdekből vagy számításból, mellékes, ha melléd áll. Istennel vagy Isten nélkül, koppány téged nem szolgál. Jól jegyezd meg, ó, jó anyám, békét kíván minden nép, s az Istenünk. Miért kell a harc, csak vérünk folyik, s egyre fogy nemzetünk. Édes fiam, más tükteni meg nem ért, csak túl erőt. Nem fogja fel a múltat, és nem sejti még az eljövőt. Szánalmas kis lény az ember, önnön sorsán túl nem lát. Könnyen megtéveszti néhány jól irányzott hazugság. Egymás ellen acsarkodva nem egy nemzet itt a nép. Mindannyiunk érdeke, hogy országunk királya légy. István fiam! Jaj, de unom a politikát, inkább engem törődne, és csinálnánk egy kis babát. De István oly fáradt és gondterhelt, nem lesz ebből már soha kis király. Jaj, de onnan a politikát, inkább Dortmarsban troncsírozná a pogányok sorát. De István csak töprengt és hezitál, nem lesz ebből már soha nagy király. Várni, csak várni, mindig csak várni, végül az asszonyból vénlány marad. Várni, csak várni, mindig csak várni, lassan a hüvelybe rozsdál a kard. Jaj, de rémes egy vircsak tesz, Istenkém ráncba kell szedni, hogy beérje Európa pár. Haberden Stefán tiszt unmöglik, nem lesz belőle soha szem király. Várni, csak várni, mindig csak várni, az ember már nem tudja, mit is akar. Várni, csak várni, mindig csak várni, úgy látszik, ez jellemzi a magyar. Jaj, de unom a politikát, inkább engem törődne, és csinálnánk egy kis babát. De István csak elméleteket járt, nem lesz így jó ez a Magyarország. Unoma, 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 unoma politikát. István! István!
át a kie karddal István rendelését fogadni. Hányát a ti hűséggel, minden véletekkel szolgálni. Igen, kamarjuk! Szerkelet haladunk, és állam írunk, nálad a Hányjátok-e karddal Isten országát megvédeni? Kívánjátok-e az egyház minden törvényét megtartani? Mond
mennyit ér az ember, ha büntelen, de gyenge? Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre? Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Te hallgatsz, én érzem, a szívem felel. Édes Uram, ó, nézz le rám, nyíló virág kerted alján, szívem szakad, ha rád gondolok, nélküled már elhervadok. Thank you.
szegény csábító asszonya indulja, indulványba húz a szerelmetek. Szívemmel játszó asszonyaim, aki ellen nem áll, az elveszett. Testem, lelkem téged, csak téged kíván. Hízegő csábító asszonyaim, búja ingó vágyba húz a szerelmetek. Hűséggel fárasztó asszonyaim, mindent megkaptok majd, most menjetek. Koppány úr! István fejedelem, mi választották? Fejbe szállt a dicsőség. Bosszantó, beképzelt kicskó, apcú István nem kell már. Azt gondolja, egyet hügyet, s mindenki határban áll. Mondjuk lenne egy kis méreg, éppen csak megkóstolná. Nem nagy dolog elintézni, ha lenne, aki meghálálná. Vagy mondjuk lenne véletlen egy szerencsétlen baleset, megrendelni egy-két vatkant, jó pénzért mindig lehet. Vagy mondjuk lenne egy kis törvét, a szívéig elér, papnak s minden jött, ment úrnak állna, mentem véget ér. Hosszantó, beképzelt fickó, apcú István nem kell már. Azt gondolja, egyet hüggyen, s mindenki határban áll. Nem kell méreg, nem kell tör, és nem kell aljas cselszövés. Meglátjuk, hogy mit szól majd a fegyverimmel szemben ész. Hallgass most az én szavamra, nincs több gond, ha István már nem él. Minden eszköz, mely a trónra téged juttat, elfogadható, mert szent a cél. Hősi joggal engem választ majd az ország, Árpád népe, hey! Hősi jognál az ősi érdek, nem tudja senki, a harcunk majd hol dől el. Kívánja tisztességünk, a becsület mindennél többet ér. Büszke népünk, idegen hatalmat nem tűr, az igazságunk győzni fog, ne félj! Szemtől szembe, ott lesz István minden népe. Senki, menj hát és tudd meg az Istenek szándékát.
vissza út, hisz István már a harcra készül, idegeneket hív, magyarok ellen segítségül, fogánynak tartanak, pedig Bizánc jelét magamra vettem, csak az volt a cél, hogy szabadságunk megőrizzem. Fogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát, bűnt kiáltanak, hol szabadságát védi az ország. Fogánynak tartanak, mert szembe szállok a hódítókkal. Fogány itt mindenki, ha velem van, és nem Istvánnal. Késő most már mindezt újra átgondolni, elkésett a békevágy. Késő már a múltat újra értelmezni, kétszer pályán a világ. Kompány vezér, ne hidd, hogy én nem szeretlek. Tiéd a trón, ha vállalod, mit meg kell tenned. Kezünkben van egy nép és az ország sorsa. Rómába vezet minden út, vagy pusztulásba. Fogánynak tartanak, mert nem tűröm a papok hatalmát. Fogadd el Rómát, és holnap már tiéd az ország. Fogánynak tartanak, mert szembe szállok a hódítókkal. A békét hoztam el, mert az országnak béke kell. Késő most már mindezt újra átgondolni, elkésett a békevágy. We'll be right back.
sötétült fényes napon, véráztatt a földre nézle. Gyászba borult mezőkre, frissen hantolt temetőkre. Gyászba öltözött csillagom, elhagyott a jó reménység. Én Istenem, Istenem, még a testvér is ellenség. Komor felettem az ég is, még a föld is sík haradta. Előttünk, s elnyered az Úr irgalmát. Légy híve Jézusnak, és a mennyország üdvössége vár tere át. WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja. Éljen István, a bölcs és igazságos, éljen István, fejedelem, fejedelem. Éjjed István, ki győzött a gonosz felett, hála néked, fejedelem, fejedelem, vivát, vivát, vivát! Hoppány hadát, leverte seregünk, nincs már pogány, ki ellenáll nekünk, csak szólj jó urunk, mi mindig segítünk, nem kérünk más, csak azt mi kérhetünk. Egy hős lovag, ha várát védi, nem fél senkitől, a harcban mindig élen jár, legyőzhetetlenül. Értem, lovat! Viva! 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 Az úrnak adj hálát a győzelemért,
s a szolgát jutalmazd a hűségét, ha támogatod a szent egyházat, Róma áldása lesz majd rajta, s enyered víle itt a földön az üdvösséget. Szent atyánk zászlós láncsát küld, és koronát néked. Értem szabad! Érted, harcol és rád fölesküszik. Hát oszd közöttük szét, bőkézzel koppánya majd. Tiéd a hatalmas, szép ország, és ők a híreid. Hát oszd közöttük szét, hogy védjék határait. Értem, anyám! Mi van? Mi van? Mi van? Mindig a győztes mellett álltunk, és vérünket adtunk a hatalomért. Mindig egy nagy lelkű főnökre vágytunk, ki hálás lesz majd a győzelemért. Gyarló az ember, de ha nincsen birtoka, hát nem sokat ér. Gyarló az ember, jó tett helyébe jót remél. Légyűtök, hitványok, lelketlen szolgálók, haszonlesők. A harcokban elbújtok, osztásnál tolongtok egymás előtt. Szívnak így válaszol.
nem képzelsz, balga lányom, kérésed már árulás. Hitszegőknek itt a földön megbocsátni nem szokás. Koppány testét felnégyeljük, s várainkra tűzzük fel. Ez legyen a lázadóknak mindörökre intő jel. Pusztulj vagy meghalsz! Keményen súlyt lekartunk. Kell az erő, hogy lássani. Nincs itt már kecmet, elnézést nem lesz nálunk. Felnézelni, 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 felnézelni. István fiam, nincs más választás. Rendet kell tenni, rendet. Hagyjatok magamra, távozzon mindenki el. Földön választottad, én vagyok. Rám bíztad e súlyos terhet, s félek, összeroskodok. Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge. Mondd, mennyit ér, ha kárhozott a győzelemre. Adj erőt, hogy elbírjam a terhedet. Törvényeid elfogadtam, de más szolgája nem leszek. Mondd, mennyit ér, ki téged szívéből követne. Mondd, mennyit ér, ki érted véled szállna szembe. És mégis közel, nem érthetlek téged, s nem érhetlek el, hogy távol vagy tőlem, és mégis közel. Te hallgatsz, én érzem a szívem fele. Szállna szembe. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged.
Akarod-e a szent hitet megtartani és igaz módon megőrizni? Akarom. Akarsz-e a szent egyháznak és papjainak védője és oltalmazója lenni? Akarok. Akarod-e az országot atyáid igazsága szerint kormányozni és védelmezni? Akarom. Úgy legyen. Amen. Király vagyok, uram, a te akaratod. Minden magyarok királya, és én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled! WJCU, University Heights, from the campus of John Carroll University. Bocskai Rádió, a clevelandi magyarok hangja.
Beléptünk a harmadik órába, amikor újra felhívjuk rádióhallgatóink figyelmét, hogy ez az adás felvételről szól, ezért kérjük ma ne telefonáljanak, mert nem áll módunkba válaszolni. Megértéséket köszönjük! Jó magam és Tróber László kollégám is hazautaztunk Magyarországra, én Erdély mellett Kárpátaljára is számítok elmenni, amikor elviszem a Szent Imre templom és még sok más clevelandi magyar nagylelkű adományát a szürtei idősebb és rászoruló személyeinek. Az adományt augusztus 20-án nemzeti ünnepünk alkalmából szeretném átadni, hogy ezzel is bizonyságot tegyünk nemzeti összetartozásunkról. Augusztus 24-én Keszthelyen Mezei András atya meghívásából egy bocskai alumni és támogatói találkozót tartunk, ahol a Bocskai Rádió egykori ösztöndíjasaival együtt megünnepeljük a Bocskai Rádió fennállásának 40 éves évfordulóját. Szóval több eseményen is részt veszek, amelyről visszatértemkor a rádióban is szeretnék beszámolni. A következőkben szeretném megosztani önökkel a Cleveland környéki eseményeket, amelyek még augusztusban, illetve szeptember elején történnek. Szóval hallgassuk a közérdekű hirdetéseket. Vasárnap augusztus 25-én délelőtt 11-től este 6-ig a Clevelandi Kultúrkertben Egy Világ Napja fesztivált szerveznek. A fesztivál alkalmával a Magyar Kert támogatói is felvonulnak, kulturális programokat mutatnak be, illetve magyar ételeket szolgálnak fel. Mindenkinek nagyon tudom ajánlani, hogy ez egy pár órás sétával menjenek el a kertbe, és ilyenkor nagyon szépen fel van díszítve minden nemzetnek a kertje. Nagyon ajánlom, ezt ne hagyják ki, és menjenek egyúttal, támogassák a Clevelandi Magyar Kultúrkert fenntartóinak munkáját. A következő hirdetés ugyancsak augusztus 25-én van. Augusztus 25-én délután 1 és 5 óra között ugyancsak az Akroni Magyar Klub hagyományos magyar vásárt szervez. Magyaros ételeket, mint töltött káposztát, friss kolbászt és lángost árulnak majd, és ugyanakkor élő zene is lesz. További részleteket az akronhungarianamericanclub.com weboldalon kaphatnak. Részvételükkel az Amerika Magyar Ház fenntartását támogatják, mely címe 694 East Waterloo Club, Akron, Ohio 44306. És akkor következzék a, hiszem, a Cleveland, illetve Ohio legnagyobb eseménye. A Clevelandi Cserkész Barátok Köre szeretettel hívja önöket szeptember 1-én tartandó 68. Clevelandi Cserkésznapra. A Cserkésznap helyszíne a hagyományos német park, German Central Park, melynek címe 7863 York Road, Parma, Ohio. Kapunyítástól, azaz délelőtt 10-től egészen este 8-ig mindenkit várnak. Mindazokat, akik meg szeretnék tekinteni a cserkész foglalkozásokat, megkóstolni a finom magyaros ételeket, süteményeket, valamint mulatozni szeretnének a Harmónia zenekar és Alex udvari bandájának szórakoztató zenéje mellett. A cserkész nap 10:30-kor kezdődik a hagyományos zászlófelvonással, majd azt katolikus és protestáns istentiszteletek követik 11 órától. A konyha déltől kezdi árulni a különböző magyaros finomságokat. A cserkész tevékenységek délután 2 és 5 óra között lesznek megtartva. A gyerekeknek lesz vadon élő állatbemutató, kézműves foglalkozás és különböző ügyességi versenyek. A cserkésznap a Clevelandi Cserkészet támogatásáért van megszervezve, immáron 68. alkalommal. A szervezők kérik, hogyha valakik szeretnének segíteni a cserkésznapi munkákban, akkor minél hamarabb jelentkezzenek a CBK vezetésénél. Reméljük, hogy minden hallgatónkkal és támogatónkkal találkozni fogunk a cserkésznapon a Bocskai Rádió sátránál.
A Bocskai Rádió sürgősen keres jutányos áron adományba és személygépkocsit a KCP ösztöndíjasának. Reményeink szerint szeptember második felében meg fog érkezni a Bocskai Rádió ösztöndíjasa, ezért most már elég sürgős lesz, autót szerezzünk az ösztöndíjasnak. Ha valaki segítene, tudna, azért nagyon-nagyon hálásak lennénk. Ajánlatokat és támogatásokat kérjük a 216-202-0486-os telefonszámon, vagy e-mailben a studio@bocskairadio.org címen. Köszönjük előre! Most a következőkben, egészen az adás végéig dalokat fogunk hallgatni, operett dalokat, örökzöld slágereket. Köszönjük, hogy ma is velünk tartanak. A régi mániám végig hajtani a Stefániám. Egy festi a kerel, és a gombjukban a virág legyen. De vérplatázos út, ott a vágyakoznak a vén fiú. Kicsikén, de csuda volt. Örüljesznek a fák,
ránk szállt, gyönyörrel vár. Éjjel az Omnibus tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Lennyi korog a pakkereke, s felettünk nevete a teli hold. Miközben hóvacska gondokolva Dunán állt, eloltottam égő ajkat a lámpát. Éjjel az Omnibus tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Miközben a lovaskák bandukoltak Dunán állt, eloltottam égő ajkat a lámpát. Éjjel az Omnibus tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Éjjel az Omnibus tetején, emlékszel kicsikén, de csuda volt. Reggeli címén pár kicsi csókkal élelmez. Pénz nincs elég, hát csók az ebéd, veled én sosem éheznék. Gyerünk, szubicám, se kocsink, se lovunk, én s a cicám, mi csak elkocogunk. Friss örömet csak a jó szívád, vesszen a pénzre a csók vivád. Gyerünk, szubicám, se kocsink, se lovunk, én s a cicám, mi csak elkocogunk. Hervad a pénz, ez a csók virág, üsse a tő, ami én a világ. Gyerünk, tupicám, se kocsink, se lovunk, én s a cicám, mi csak elkocogunk. Hervad a pénz, ez a csók virág, és se a kő, ami énk a világ.
hajnali délután. Sosem felejtem szeme csodás tüzét, szívembe vésem bűvös igézetét. Elém. Én szép szerelmem, sose lesz enyém. Tündér királylány, csak a mesében jár. Csodál a szívem, ne várj, ne várj! Nem repülsz felém, én szép szerelmem, sose lehetsz enyém. Tündér királylány, csak a mesében jár. Csodál a szívem, ne várj, ne várj! Cigaretta valódi finom, oly illatos enyhe, mint rózsaszirom. Szippantani jó, de vége hamar, csacsi, mind aki többet akar. Oly édes az élet, oly szép a világ, míg szállnak a légben a püstkarikák. Ha gyorsan is illom szívedre nevet, cigarett, csak cigarett. Most enyhe, mint rózsaszirom, szippantani jó, de vége hamar, csacsi, mind aki többet akar. Oly édes az élet, oly szép a világ, míg szállnak a légben a püstkarikák, ha gyorsan is illan szívedre nevet, cigarett, csak cigarett. Egy gorgyocskát, cintányéros cudarvilág, adok egy csókocskát. Cintányéros cudarvilág, amíg akadnak édesnők. Cintányéros cudarvilág, addig ígyunk meg a pezsgőt. Így mulatok, úgy mulatok, jó italokat hozatok, egy nódát is elhúzatok, úgy mulatok, mint egy úr, épi finom úr. Így vigadom, úgy vigadom, hegyen, völgyön lakodalom, magam is megházasodom, nem busulok, miért tenném, sőt, vigadok én. Itt a pohár, hát itt kibegyár, minden egy percért tár. Mindányéros cudarvilág, iszok egy gorgyocskát. Cintányéros cudarvilág, adok egy csókocskát. Cintányéros cudarvilág, amíg akadnak édesnők. Cintányéros cudarvilág, addig ígyunk meg a pezsgőt.
addig iszok, míg a világ ez a piszok, meg nem tudja, miért busulok el. Tarajos kedvem van, van, de csak ugyan. Erre rica, arra rica, pattog az ott kukorica, sejk a tica, sej marica, jössz, te ide mellém, la, drága viola. Itt az ital, húj, de ladás, úgyse sokáig tart. Majd szintányíros cudarvilág, iszok egy kortyocskát. Szintányíros cudarvilág, adok egy csorgocskát. Szintányíros cudarvilág, amíg akadnak édes nők. Szintányíros cudarvilág, addig ígyuk meg a pecskőt. Szól a Stefáni, szól a Stefánián. Oly jó rózsám, erre bokázni ám. Foly csak, foly vidám dalunk, s mindjárt indulunk rajta, és meg nem állunk a védbanda. Szól a Stefáni, szól a Stefánián. Volt egy snájdi uniformison, ladilatilom. Sárga lilia, otthon lóg a poros fogason, ladilatilom, sárga lilia. Nem búsulok, mert megtehetem, hogy még egyszer fel is lehetem, akkor újra ez lesz a dalom, ladilatilom, sárga lilia. Hogy mondj, banda, szól a Stefán, mint szól a Stefánián. Új jó rózsám, olyan szörnyű cícot rendezünk, hát harsog majd a határokon, ladilatilom, sárga lilion. Az élet, bennem ezt a szélet, minden bánat
Jaj, Zsuzsiká, jaj, Zsuzsiká, egy kicsi csókolni kellene már, ott ide már, ott ide már, azt a kicsi csókos szár. Ajna csillag fenn az égen, várlak rózsám, réges-régen, olyan régen, majd leszakad a lábam. Ne város már oly sokáig, sáros vagyok már bokáig, gyere hát ki gyönyörű szép virágon. Jaj, citát, mégse járja tár, hogy az utcán mint egy kutya átszak, átszak. Gyújtsál gyertyát a gyalon, vagy kocogjál az ablakon, hogy legye a szívemen a bánat, mert úgy is tudom, mit csinálsz, a zsalugáter mögött állsz, úgy lesett a nótámat. Jaj, 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 Zsuzsikám, jaj, Zsuzsikám, egy kicsi csók úgy kellene már, ott ide már, ott ide már, azt a kicsi csókos szár. Jaj, 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 Zsuzsikám, jaj, Zsuzsikám, egy kicsi csók úgy kellene már, ott ide már, ott ide már, azt a kicsi csókos szár. Férfiakkal csak komédiáznak, a jányok szerelmet nem egyszerű dolog, a jányok a csóktól csak ritkán fáznak, a jányok, a jányok, a jányok angyalok, az oldalról nem szaladnak véle, új műsorhoz új férfi kell lesz, sosem felejtik el, gyerünk, 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 a gyors az élet. A jányok, a jányok, a jányok angyalok, a férfiakkal csak komédiáznak, a jányok szerelem nem egyszerű dolog, a jányok a csontot csak ritkán fáznak, a jányok, a jányok, a jányok angyalok, az oldalról nem szaladnak vélek, új műsorhoz új érni kell, ezt ők sosem felejti kell, gyerünk, 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 de gyors az élek. Vágyom egy nő után, ez ámor már itt van, és áldozatra vár. Becsület szavamra meg vagyok szavarva, a szívem az ide-oda jár. Mi ennek a kulcsa, ez mégis csak furcsa, hogy ilyen gyors te bomani vagy. Ez szép is, de hogyha hihetném is, gyarapodva kell mégis fogadni most a bát. A bátran hajtóstól neki vágnak, és győzelemre várnak, figyeljen hát, Sépváros. Bár, én ott lakom a szomosnál, jöjj hát, miért haboznál, angyalkám, gyere már. Légy sorsom szerencsém, légy a takaros menyecském, a szőke szomosnál, kis fésztű fár. A édes fenyésnél, a havasokat fenyésnél, csak írtott fenyésnél. Majd ott lakunk a szamosnál, hol minden piros, fehér, zölddel jár. Ön pompás udvarló, a hevet nem gyarló, és roppant be hidegön dalol. Csak hallgasson szépen, és meglátja kérem, a szívem mi hevesen dobol. Már én csak azt mondom, álljunk meg a ponton, a többit azt mellőzzük talán. Mert kérem, ha olyasmit ígérem, ha mit talán nem kéne, hogy nem sok
kopnyót jelen. Jaj, kérem, csak higgye szépen nékem, e kellemes zenében, ott kint és bent. Szép város, Kolozsvár, majd ott lakunk a falusnál. Jöjj, hát miért fadoznál, angyalkám, gyere már. Légy sorsom szerencsém, légy akaros fenyecském, a széke szamosnál, és fészű fár. Az éles fenéség, a havasok a fenéség, csak mértek fenyél az a fenyérdő vár. Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, a havasok a fenyőség, csak értek fegyén az a fenyőerdővár. Város Kolozsvár, majd ott lakunk a szamosnál, a minden piros fenyőzőben jár. A világ, a kacag, a killág, a minden az enyém, ami szép itt e földön. A mosolyog az ég, ma minden olyan szép, a sorsnak e mesét köszönöm, köszönöm. Mese autóban szép, erődők során repülünk a szívünk tavaszán. Arany országú csillogó gyémánt korán repülünk a mesék kocsiján. Jön az égben az angyalok, vigyáznak ránk, és a sors fogja tán a volánt. Csak a boldogság vár ezután rád is rám, a mesék mese szép kocsiján. Csak álom ezt talán a boldogság után, már holnap mostohán mered tán a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább. Oh,
sose búcsú itt a picám. Szeretettel gondolj rám, húzasd el a cigonnyal a nótám. Szívedet most ne írje a próbának. A mai adásidőnk végéhez közeledve köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogy velünk tartottak. Tartalmas és eredményes új hetet kívánok mindannyiuknak. Ahogy az adás közben is említettem, jövő vasárnap is felvételről hallják a Bocskai Rádió műsorát, de szeptember 1-én a Cserkésznapról fogunk élőben jelentkezni. Mindenkit várunk szeretettel a Bocskai Rádió sátránál. Jövő héten találkozzunk itt a 88,7-es hullámhosszon, avagy a világhálón délután 2 és 5 között. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra. További kellemes délutánt kívánunk, búcsúzzuk önöktől a mai adás szerkesztője, Molnár Zsolt. További szép vasárnapot kívánok a viszonthallásra, a viszontlátásra.